Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Ismét fontos ügyekről döntött Szentendre város önkormányzata. Csevej Imánuel a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretein belül tartotta meg újabb estjét Kellár F. János Imánuel. Kiállítás. Felfedezhető csodák 2 címmel nyílt meg Farkas Kornél természetfotós tárlata a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. Rendkívüli ülést tartott tegnap délelőtt Szentendre város önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza dísztermében. Az étkezési díjak nyersanyag költségének emeléséről, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek a városatyák. Szabados András a 10-es számú választókerület Fidesz-KDNP képviselőjének eskütételével kezdődött a tegnapi ülés. Az első napirendi pontban a köz- és gyermekétkeztetési szolgáltatás ellátásához szükséges étkezési díjak nyersanyag költségének emeléséről volt szó. A városi szolgáltató non-profit ZRT a teljes piacon tapasztalható áremelés figyelembevételével tett javaslatot az új szolgáltatási díjakra, így 35%-os nyersanyagérték emelést javasolt. A testület 15 igennel elfogadta az előterjesztést, amely október 1-ével lép hatályba. Ezek alapján módosult többek között a szentendrei városi óvodák, a Püspökmajor lakótelepi bölcsöde és a gondozási központ Szentendre intézményekkel kötött szolgáltatási szerződés is. A nyersanyagérték emelkedése következtében a gondozási központ Szentendre által nyújtott ellátások térítési díjai emelkednek. Az ülésen a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke Szűcs Katalin több kérdést is intézett a központ vezetőjéhez, elsőként a szolgáltatások önköltség számításával, a szociális segítségekre vonatkozó értékkel kapcsolatban. Maga az önköltség számítás az egy, hát nem mondanám azt, hogy kapta fel, mert minden évben az adott költségvetés, költségvetési adott aktuális év költségvetési tervéből kerül kiszámításra. Segítséget korábban a korábbi GESZ vezetőjétől kaptam, és ez akkor indult, és azóta folyamatosan nyomon követjük, hogy hogyan történnek ezek az önköltség számítások. A mi intézményünk ugye integrált, tehát rengetegféle szakfeladatot látunk el, összesen 8-at, ezre a 8-ra osztódnak fel bizonyos például dolgozóknak a bérei, ilyen az enyém, a pénzkezelő adminisztrátoré, az adatrögzítőjé, a sofőröké megoszlik minden háromért, hiszen több szakfeladat munkájában vesznek részt. Konkrétan az 5. oldalon levő C pontban a házi szociális segítés és személyi gondozás. Szociális segítésnél egyszerűen ennek technikai oka van, amikor kormányhivatali, illetve magyar államkincstári ellenőrzés van, akkor ezt konkrétan kérik így levezetni, ezt soha nem használtuk. Ez látszik, hogy ez óriási szám, tehát ezt így levezet, vagy kezelhetetlen, valóban így van. Kétféle ellátása van a házi segítségnyújtásnak, az egyik a személyi gondozás, valóban a másik a szociális segítés. Személyi gondozás nálunk egy kivételével mindenki személyi gondozásban részesül, ez mutatja az ellátottainknak az egészségi mutatóit, hogy nagyon rossz állapotban vannak, és aki szociális segítést kap, az mondhatom azt, hogy 2 hetente egy fő, és nem jön ki az egy egész normatívánk egy évben. És erre összesen 25, azaz 25 ezer forintot kaphatunk egy évben, tehát a 251 munkanapon 25 ezer forint járna ezért. Van, ahol be is van szabályozva, hogy nem léphet az ellátottak 50%-a felé ez a C pontban szereplő szociális segítés. Hát mi ebben soha nem értük el, még az egy egészet sem, amióta ez a jogszabály van. Ez mutatja, én azt gondolom, a mi munkánkat. És ez gyakorlatilag a válasz az, hogy ez egy technikai levezetés. A közös használat miatt felosztásra kerülnek a közüzemi számlák a 3 szakfeladatra vonatkozóan, emelte ki Kecskésné Sipos Andrea. Szűcs Katalin 3. kérdése az új jövedelmi sávok közötti árérték különbségekre vonatkozott. Mi minden évben a VSRT közékeztetési divíziójához alkalmazkodunk. 2018-ban volt valóban utoljára ilyen ebédemelés, aztán ugye jött a koronavírus járvány. Maga az összes ellátás 2013. május 1 volt utoljára.
tehát a házi segítségnyújtás, az idősek klubjának igénybevétele, ez 2013 óta nem változott. És hát nagyon-nagyon régóta ezt már nem nyúltunk hozzá ehhez a jövedelmi sávokhoz, mert több sávban 73 ezer forint feletti jövedelemnél egyformát fizetett mindenki. Ha megnézzük, a mai világban 73 ezer egy forintja van valakinek, akkor az ugyanannyit fizet, mint akinek egy 250 ezeres, 400 ezeres vagy majdnem egy milliós nyugdíja jövedelme van. És hát igen, csak meglepődtünk, mikor ebben elmélyedtünk, pont jeleztem a Magyar Judit alpolgármester asszonynak, hogy nagyon érdekes ennek a szociológiai, meg az összetétele, hogy ki milyen anyagi helyzettel bír nálunk az ellátórendszerben. Maga az idősek klubjában lévőknek van a legmagasabb nyugdíjuk. Ez mondhatom azt, hogy ilyen 250 ezer feletti. Van alatta is. Az étkeztetésben ott van, aki kevesebbel, de azt mondhatom, hogy azért magas nyugdíjakkal rendelkeznek. Elkezdtünk mi is gondolkodni, és pont ezt mondtuk múltkor egy ilyen polgármesteri találkozón, hogy családsegítő és a többi népjóléti iroda, akár önök is, vagy aki városlakó, küldjenek be hozzánk a rendszerbe olyanokat, akinek nincs jövedelme, vagy nagyon alacsony nyugdíjakkal rendelkeznek. Lehet az is, hogy az, aki egy életen keresztül dolgozott, emberek között volt, az jobban mer nyitni, és jobban mer igénybe venni ellátásokat, mint az, akinek nincs jövedelme semmi, vagy nem olyan közegben mozgott. Úgyhogy ez is érdekes. És mikor egy új sávot alkottunk, hogy ne 73 ezer forint felett legyen egyforma mindenkinek, hanem ez jóval magasabb sávokba, és azt gondoljuk, hogy most ez így nagyon-nagyon igazságos és szolidáris is. Valóban előfordul, hogy van olyan, aki, ha összeveszük az összes ellátását, akár az étkeztetését, a klubtagságát, a reggeli uzsonnáját, az kevesebbet fog fizetni, viszont összesen három, pont ezt kérdezte gazdasági alpolgármester asszony is, az egész rendszerünkben három ilyen ember van, és az összes többinél az igazságosság jegyében ez emelkedni fog, de még mindig elmarad a piaci ártól. Arra a kérdésére Katalinnak, hogy ugye az önköltség az látható, az önköltség, illetve maga a maximális intézményi térítési díj az a 100%, az még mindig elmarad, ez mindig is elmaradt, de nem merjük feljebb vinni, mert ha feljebb visszük, akkor okafogyottá válik a mi működtetésünk, és nem marad meg a szociális háló. Tehát ez nagyon érzékeny terület, és óvatosan kell kezelni. Azon a területen, hogy ez hogyan pótlódik be, ezt az önkormányzat, tehát maga a fenntartó szokta betoldani, ez ettől én azt látom, hogy az elmúlt években ettől jóval magasabb lesz, most ez egy kicsit csökkenni fog, viszont sokkal, tehát a mai helyzetnek megfelelően sokkal igazságosabb. Házi gondozásban, itt azon is agyaltunk, hogy ugye 600 forint volt, ezen a bizonyos 73 ezer forint felett, 600 forint volt mindenkinek egy óra személyi gondozás, amikor oda ment a gondozón, és egy órán keresztül mindenfélét csinált, vagy ügyet intézett, eljárt az érdekében. Ezt olyan alacsonynak találtuk, hogyha erre rátettünk volna egy 20%-ot, ezt még mindig nagyon alacsonynak tartottuk volna, mert másik oldalon pedig próbáljuk figyelni a piaci helyzetet, ami úgy néz ki, hogy 3500 forint egy óra. Tehát, hogyha valaki most maszekba kér házhoz segítséget egy időshöz, 3500 forint egy óra. Ami horribilis, nyilván azt mondom, hogy fú, hát ha vasárnap reggel 7-re oda megy egy gondozónő, akkor ezt tessék kifizetni, de a másik oldalon ott van az is, hogy ezek az órák azért összeadódnak, és ez nem egyszeri alkalom, vagy egy héten egyszer, hanem ez mindennapos lesz, és nem is csak egy nap egyszer, hanem több óra, vagy délután vissza kell menni, és egy nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kis érzékeny hajó, tehát úgy kell kezelnünk, hogy most 1000 forint a maximális, ebben talán egy olyan emberünk van, aki kevesebbet fog fizetni, én azt gondolom, hogy tehát jogos is, mert máshogy nem lehetett a sávot kialakítani. Át kell majd gondolni, hogy ezek után, hogyha ez még emelkedni fog a piaci szektornál, akkor mi is emelünk, vagy nem, de most úgy gondoltuk, hogy ez a maximális. Az intézményi és a személyi térítési díjak meghatározásakor mindenképp figyelembe veszik az igénylő jövedelmét, tette hozzá a gondozási központ vezetője. Az előterjesztést egyhangulag elfogadták. A holnapi híradónkban a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztéssel folytatjuk az ülés beszámolóját.
ingyenesség, jótékonyság, függetlenség. Ez a mottója Kellár F. János Imánuel beszélgetős estjeinek. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretein belül a művész vendége Huzella Péter, Kossuth Díjas zeneszerző, gitáros énekes volt. Az esemény házi gazdája 2010-ben indította az előadás sorozatot. Csevej néven indult a programsorozat, majd a koronavírus kapcsán kialakult korlátozások miatt 2 évig szünetelt a műsor. 2022-től megújult formában Csevej Immanuel néven indult újra Kellár F. János Immanuel beszélgetős estje. Ennek több gyakorlati oka is lett, vagy több gyakorlati oka is van. Részben az, hogy egy kicsit a brendet meg kellett újítani, és így egyedivé tettük. Voltak olyan problémák, hogy ezt ki kellett küszöbölni. De hát most elindult nyáron az új évad, a 2022-es évad, Érdi Tamás volt a vendégem. Nagyon jól sikerült, tulajdonképpen telt ház előtt telt, és hát csodálatos volt Tamás játékát is hallgatni. Most pedig Huzella Péter jön, szintén egy kicsit ilyen zenés Csevej Immanuel estelé nézünk. Itt a zeneiskolában ennek minden feltétele adott. Tapasztalatai szerint az elmúlt időben az élő előadások helyét egyre inkább az online tér vette át. Ezért is tartja fontosnak, hogy személyesen szólhasson a közönséghez. A művész számára a kezdetektől nélkülözhetetlen a küldetéstudat, valamint a beszélgetésekre történő felkészülés. Szerencsére Péternél azért is könnyű dolgom lesz, mert jól tud beszélni. Én mindig azért úgy szoktam felépíteni a beszélgetést, hogy hagyok egy ilyen spontán kibontakozásra lehetőséget, és akkor hagyom, hogy egy kicsit a megfelelő mederben teljen a beszélgetés. Hogy mennyire fog kulisszatitkokat vagy olyanokat elárulni, ami eddig nem nagyon hangzott el, azt nem tudom, de például most itt a készülődés alatt egy olyan gitár játékot mutatott, ami már most megadta nekem ezt az ilyen katarzis pontot, úgyhogy ha valami fajta ilyen játékot kapunk tőle, akkor biztos, hogy egy csodás este elé nézünk. A korábbi években megszokott havi rendszeresség helyett 3 havonta találkozhatnak vele és beszélgető partnereivel az érdeklődők. Az alapító a változtatást fontosnak tartja annak érdekében, hogy a Csevej Immanuel működőképes maradjon. Nem tudom megmondani, hogy tudtam én 10 éven keresztül havonta ezt csinálni. Tehát ezzel mindig megdöbbenek. A motiváció az szerencsére az kitart. Tehát, hogy az mindig valahogy abból táplálkozik, hogy amit először megfogalmaztam, hogy mit szeretnék adni az embereknek, meg milyen estet szeretnék megvalósítani, az sikerüljön, illetve hát mindig az adott vendégem is hatalmas motivációt tud adni, tehát hogy most az Érdi Tamás esten is annyira föltöltöttem, hogy könnyű volt erre készülni, és itt is ezt várom. Az esteket eleinte kávézókban tartotta, majd 10 évig a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár adott otthont műsorainak. A kezdetektől elengedhetetlen számára, hogy ingyenes előadásaival értékeket közvetítsen. Nyilván az elején egyébként nem gondoltam, hogy én 10x év múlva arról fogok beszélni, hogy a 95. Csevejen várom a vendégemet, tehát ez azért a legvadabb álmaimat is fölülmúlta. Én arra készültem, hogy mindig a következő előadás nagyszerű terveim voltak, hogy kiket szeretnék meghívni, aztán egyre jobban kinőtte magát. Az idő múlásával országos médiumok is felkeresték, hogy egyre szélesebb közönséghez juthasson el műsora. Az alapító véleménye szerint azonban pont az estek varázsa szűnne meg, ha elfogadná ezeket a felkéréseket. Tehát én mindig azt szerettem volna, hogy Szentendrén tartsam az esteket. Annak ellenére, hogy egyébként volt jó pár Csevej az országon és az országhatáron kívül is. Tehát fantasztikus volt Kalóz Zoli bácsi az lemenni Erdélybe, Házsongári temetőbe is forgattam, tehát voltak Ördögkatlan Fesztiválra visszatérő vendégek voltunk, de azért mindig az volt a lényeg, tulajdonképpen a Csevejek 95%-a, hogy Szentendrén történjen, az itteni lakóknak és a régióba élőknek biztosítsam ezt a műsort ingyenesen, és körülbelül azzal a szellemiséggel, amit így megálmodtam. Eleinte elsősorban az idősebb korosztály volt a célközönség, mely idővel megváltozott. Kellár F. János Immanuel nem titkolt célja, hogy a fiatalabb generációkhoz is eljusson műsorainak tartalma. Ennek érdekében archiválja is az előadásokat. Legközelebb, szeptemberben találkozhatnak a művésszel az érdeklődők a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban.
Felfedezhető csodák 2 címmel nyílt meg a Szentendre éjjel-nappal nyitva a fesztiválon Farkas Kornél természetfotós kiállítása a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. A fiatal tehetség most a vadon élő állatok szépségét mutatta be 15 fotóján. Hajnali ébredés, hűvös reggelek és a természet. Ezeket szereti a fiatal fotós Farkas Kornél, akinek legutóbbi munkáiból nyílt kiállítás pénteken, Szentendrén a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. A 14 éves alkotó több területet érintett munkásságával az elmúlt években, most természetfotóit tárta a közönség elé. A tárlatot Kopin Katalin művészettörténész nyitotta meg. 10 évesen kezdődött nálam ez az egész fotózás dolog, és 2 kiállításom volt, az egyik az 12 évesen, a másik pedig most 14 évesen. Hát igazából én ezt nagyon nagy lehetőségnek tartom, hogy Szentendre legnagyobb fesztivál mutathatom be a képeimet, mert akkor 12 évesen nem is gondoltam volna, hogy akkor 2 év van már itt rögtön ezen a Szentendre éjjel-nappal fesztiválon mutathatom be a képeimet, úgyhogy nagyon örülök neki, és egész nyáron erre a kiállításra készültem. Én a városfotózással kezdtem, aztán jött a tájfotózás, és most a természet vadfotózás, és ez a természet fotózás ez úgy jött, hogy az egyik ismerősöm kijött magával fotózni, és akkor teljesen magával ragadott ez a világ, hogy akkor kelni hajnalban, letesszük a kocsit, cserkülünk a vadak után, ott vagyunk a búzában, fel kell a napszóra, harangot előttünk, esznek a dámszarosok, tehát ezért így az egész teljesen megragadott, és akkor ez is vált nálam szerelem, ez a vadfotózás. 15 darab fotó van kiállítva, ebből 13 fotó, az tájfotó, és van egy makrofotó, a többi pedig vadfotó. Nekem ezek a kedvenc feladatok, tehát ez a marketing, PR, sajtó, kommunikáció, ezek nálam a kedvencek. Ugye kezdődött azzal, hogy felvenni a kapcsolatot a kulturális központtal, beszélni az ügyvezetővel, a szervezőkkel, aztán kiválasztani a fotókat. Aztán jött, hogy egy sajtókommunikációs tervezet kell csinálni, azt megcsináltam, összeállítottam egy sajtólistát, kiküldtem a sajtó meghívókat, és gyakorlatilag már itt is vagyunk a kiállítás megnyitón. Ezek voltak a fő feladatok, közben még természetesen a protokoll vendégeknek kiküldeni a meghívót, e-mailekre válaszolni. 10 évesen kapta első komoly gépét a fiatal fotós, aki azóta már a videózásba is belekóstolt, és a jövőjét is hasonló területen képzeli el. 10 évesen kezdtem el fotózni, és akkor egy Samsung, egy nagyon régi Samsung tükörreflexes fénykép, tükör nélküli fényképezőgéppel fotóztam. Az hát igaz régi volt, de így tanulni fotózást az teljesen jó volt, és akkor utána váltottam a Nikon D3500-as fényképezőgépre, és a mai napig ezt használom, majd most tervezem lecserélni, de tehát az elején egy olcsó géppel kell kezdeni, mert hogyha rögtön egy drágával kezdünk, akkor már csak még drágább lesz, úgyhogy az úgy annyira nem éri meg. Na és ilyen fiatalon hogy sikerül mindezt akár anyagilag, akár az idődbe beleszervezni? Hát mind a kettő nehéz dolog, főleg az anyagiak, ugye nekem még nincsen keresetem, tehát csak a szüleimre támaszkodhatok ez ügyben, meg ugye az időben is, tehát ugye iskolába járok, és ezért a fotózás, meg a brandem építése, kiállítás, szervezés az általában hétvégére tolódik. Magában a szakmában saját magadat hova pozícionálnád, és beszélnél egy kicsit arról, hogy így fiatalon milyen versenytársakkal kell szembenézed ezen a területen? Hát ez is egy elég nehéz kérdés, pontos voltam ment a Rádió Szentendrébe, és akkor is feltétek ezt a kérdést igazából. Hát fiatal természetfotós, ahogy így definiálnám magam, azért tehát még rengeteget kell, hogy felvegyenek a fotóim, és ezt én is érzem, meg kapom visszajelzéseket is, mert mindig kérdezek fotósoktól, hogy akkor ezen a képen mit kellene javítani, és egyébként rengeteg fiatal természetfotós van, és rengeteg jó fiatal természetfotós van ma Magyarországon. Én mindenkinek azt tanácsolom, aki fiatal természetfotós vagy ilyen természetfotós, hogy felveszi a profi szakmabeliekkel a kapcsolatot, hiszen így is itt tettem fel, Daróczi Csabával, tehát tényleg a mai ismert természetfotósokkal felvetem a kapcsolatot, és tőlük kérdezgetem, megkérdeztem, hogy elmentük-e a lesükbe. Gondolkodtam már ezen a természetfilmezésen, meg is próbáltam egyszer, felvettem válóképeket, de mondtam, én ezt biztos nem fogom megcsinálni, úgyhogy az még annyira nem fogott meg, és ezért is televíziós szerkesztő szeretnék majd lenni, és akkor később felkerülni vagy a kreatív produceri, vagy a hírigazgatói székbe. Farkas Kornél minden fotózást egyeztet a vadásztársasággal, vadászoktól és szakkönyvekből tanulja a legfontosabbakat a vadon élő állatokról. Ez a lehetőség ez úgy jött, hogy az egyik ismerősöm tanácsolta, vegyem fel a kapcsolatot a kulturális központtal. És akkor írtam Vokó Petinek, hogy mit szólna hozzá, hogyha itt lenne egy kiállítás, és akkor mondta, tök jó, felkarolta már az elejétől fogva az ötletet Lakatos Judit ügyvezetővel együtt, és akkor beszéltük, hogy akkor hány kép legyen kint, hol legyen kint, és akkor tökre megörültem, hogy akkor tényleg 15 kép, és még azok is lehetek, akik kintről érkeznek, hogy sétálnak végig a Dunakorzón, és hát a Szentendre éjjel-nappal fesztiválon kiállítani a fotókat, azt szerintem egy csodálatos dolog. Hát ezek a fotók mögött egyébként rengeteg élmény és érzelem is van, mert nekem, hogyha én ránézek egy fotóra, akkor nekem mindig eszembe jut az az élmény, amit annak a képnek a készítése közben éltem át. És érdekes, hogy lehet akármilyen jó az a kép,
ez nekem számomra egy kukafotó gyakorlatilag. Bárki mondhatja, de hogyha nincs az egy élmény, akkor az a fotó nekem nem is tetszik. Az egyik fotómnak a címe Régi ismerős, és ezt azért kapta ezt a nevet, mert ha jól számolom, a 3-4 hónapja én figyelem ezt az őszbakot. Tudom, hogy 400 gramm az agancsa, hogy 5-6 éves vagy 6-7 éves, hogy látom, amikor barkában volt az agancsa, látom, amikor dörről, tehát megvált ettől a barkájától, látom, amikor foglalja a területét az agancsa közti mirigyek segítségével, látom, amikor viaskodott, tehát neki így az egész életét végig kísértem márciustól így az üzekedés, tehát az őznász ideig. Tiszteli és persze megörökíti a természet csodáit Farkas Kornél, aki elhozta a nyüzsgő városba az erdő csendjét. A tárlat szeptember 9-ig látható a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. Végül a várható időjárásról. Szerdán több helyen megnövekedhet a fátyol felhőzet. Eső, zápor csak este nyugaton fordulhat elő. Keleten, észak-keleten és északon többször élénk lehet az északias szél. Délután 24-30 fokra van kilátás. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. Rendkívüli ülést tartott tegnap délelőtt Szentendre város önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A Csevej Imánuel programsorozat vendége volt Huzella Péter, Kossuth Díjas zeneszerző, gitáros énekes. Felfedezhető csodák 2 címmel nyílt meg a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, Farkas Kornél természetfotós kiállítása. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!